ezt akkor is társadalok, és most érkeztem haza egy konferenciáról, amit úgy hívtak, hogy Decentralized Internet Summit, ahol gyakorlatilag az internet jövőjét próbálták kiteríteni, hogy nem is lehetne tovább vinni. Amiért én ott voltam, az egy Zero nevű hálózat, amit én fejlesztek jelenleg, amivel gyakorlatilag központi szerverek nélkül peer-to-peer módon lehet weboldalakat létrehozni. Ez Bitcoin kriptográfia alapú és a BitTorrent hálózatot használja a fájlok szinkronizálására. Tehát emiatt, mivel a peer-to-peer alapon működő, ezért gyakorlatilag a weboldalat a te látogatói szolgálják ki neked, tehát nem szükséges semmilyen szolgáltató ehhez. És azt is jelenti, hogy a weboldalak cenzúramentesek és 100%-os rendelkezési állást biztosítanak. És a maga, mivel ez egy kriptográfiai alapú hálózat, ezért a weboldalat csak tudod módosítani, és semmi nem más, se szolgáltató, se pedig a hálózatban szereplő szolgáltató nem tudja. Ez egy teljesen szabad szoftver. 2014. decemberében már gyakorlatilag már körvonalazódott bennem az ötlet egy fél éve, de 2014. decemberében a BitTorrent cég is jött egy hasonló megoldással, ez a BitTorrent Milestone browser volt, amit én letöltöttem, de nem igazán tetszett a megoldásuk, technológiailag nem volt túl jó szerintem, és a saját megoldásomat elkezdtem akkor fejleszteni, és gyakorlatilag 3 héten belül kijött az első verzió, és azóta folyamatosan fejlesztem ezt a programot. Azóta teljes torházat támogatást jelent meg, azt jelenti, hogy a IP-színzet nagyon egyszerűen el tudott rejteni a torházattal, és a peer-ek, tehát magák a számítógépek hitelszervizként is tudnak működni, és nem szükséges a IP-címet, hogy rendelkezzenek. A domain neveket a Namecoin szolgáltatja, ez egy decentralizált Bitcoin alapú domain name szolgáltatás. Peer-to-peer adatbázis is létezik, is van benne, ami egyszerűvé és gyorsá teszi az adatlekérdezést. Több felhasználós oldalak léteznek, és telepítés nélkül is elérhetőek ezek az oldalak. Open proxy használatával, vagyis new proxy használatával, és az oldalak böngészéséhez nem szükséges internetkapcsolat, ez természetesen csak azokat a oldalakat jelenti, amiket már korábban meglátogattál, mivel ezek onnantól kezdve a te számítógépedről lokálhoz szolgálódnak ki, és a internet kapcsolatos sebessége semmilyen módon nem befolyásolja az oldalaknak a felhasználó élményét. Gyakorlatilag mi ezt szeretném is nektek megmutatni? Ezt használjuk. Tehát ez most nem erre a számítógépre van telepítve ez a szoftver, hanem egy... tiszta az ég. Hanem ez egy németországi szerveremből fut, tehát ezzel nyilván valamennyire lassabban fog futni a dolog. De gyakorlatilag, hogyha feltelepíted a szoftvert a számítógépedre, akkor csinál egy webszervet a saját gépeden, és azon keresztül lehet tudjátok elérni a zigonetes oldalakat. Itt van pár oldal, amit én csináltam, hogy megmutassa gyakorlatilag a zigonet lehetőségeit. Ez egy közül a legegyszerűbb egy blog, ahol én folyamatosan a fejlesztésnek a stádiumát, illetve a menetét dokumentálom. Amint most láttátok, ez gyakorlatilag a letöltés, ez nem egy központi szerverről történt, hanem az oldal korábbi látogatóinak a számítógépéről töltöttük le ezt az oldalt. Vannak kommentek is, tehát ez a két oldalú kommunikációs eszköz. És ha ezt itt megnyitjuk, és itt lehet látni gyakorlatilag a zöld pontok, illetve a zöld bárok jelentik azokat a peer-eket, ahonnan most gyakorlatilag ez az oldal, ahogy rákattintottam a linkre, ezekről a számítógépekről töltődött le.
a kék pöttyök, pedig azokat a szántőkéket jelentik név, ahonnan ez az oldal mindig elérhető. Tehát, hogyha ezt az oldalt valaki le szeretne állítani, akkor az összes kék pöttyöt le kéne állítani egyszerre. Hogyha blokkolni szeretné valaki ezt az oldalt. És gyakorlatilag így néz ki egy blog. Ezt lehet követni, ez hasonló, mint a RSS, tehát hogyha beállítatod, hogy te követni szeretnél ezt a blogot, és visszamész a főoldalra, akkor itt egy egységes hírfolyamban lehet követni az új blogposztokat. Ez akkor igazán hasznos, hogyha több blogot szeretnél követni, és nem szeretnél minden nap végigkegetni, hogy melyik blogba történik, és összesen egy új blogposzt, vagy bármilyen változás. Egyből járni fogja egy kicsit bonyolultabb oldal, ez egy ilyen fórumszerű oldal, ahol bárki tud létrehozni új topikokat, és erre a többiek tudnak kommentelni. Hogyha visszamegyünk, akkor itt látjuk, hogy gyakorlatilag még 2000 fájlt kell letölteni, mivel mindegyik felhasználónak egy külön fájla van, amit csak az ő saját privát kulcsával tudja aláírni. És így gyakorlatilag jelszó mentes a hálózat is, tehát nincsen senkinek jelszava, minden, csak a privát kulcs, csak mindenkinek a saját szemfögétén él, és ott működik, és a soha nem hagyja el a szemfögétét. És gyakorlatilag ez a hálózat lényege, ezt is simán ugyanúgy lehet követni egy fórum, új posztokat, mint a blog posztokat, és az összes előtt által meglátott oldalban keresni is tudsz, tehát nem tudom, egyébben Budapest, tehát gyakorlatilag ezek a posztok tartalmaznak a Budapest szót. Tehát gyakorlatilag ez a házat lényege, még amit esetleg szeretném bemutatni, hogyha valaki egy új bemondat szeretne létrehozni a házaton belül, az is nagyon egyszerű, mivel a oldalak klónozhatóak, tehát gyakorlatilag csak a blog megkiválasztva azt a klón, és gyakorlatilag egy új, teljesen új webcím generálódott, és hogyha ezt valakinek megadod, akkor ezt a oldalt, az old saját oldalat el tudja érni, nem tudok kezdve, nem szükséges se regisztráció, se senkitől engedély, ez egy teljesen PPP alapon működő weboldal, nem tudok kezdve. Gyakorlatilag ez az a hálózat, amiatt engem meghívtak erre a konferenciára. Ami ez a Decentralized Web Summit volt, és június 7-8-9, tehát múlt hét csütörtök, szerint csütörtök péntek volt, San Franciscóban, aminek a internet alhelyen adott teret. A fő húzóerők, vagy húzó nevek, a Mozillától a Michel Baker volt ott, aki gyakorlatilag a Mozillának a chairwoman-je, azt hiszem magyarul leginkább az ő igazgatója, a Windsurf, aki a TCPIP kifejlesztője, a Electronic Frontier Foundation-től volt Cory Doctorow, az Internet Archive-nak a tulajdonosa a Brewster Kill, Tim Berners-Lee, aki a HTTP és a HTML szabályokat fejlesztette ki, és Richard Stallman, aki a szabad szoftver, tehát a free FSF, a GNU és a GPL licenszeknek a kifejlesztője, illetve a Emacs és a GCC-t is ő felelt. Ő nem volt egy hivatalosan bejelentett ember ezen a konferencián, csak úgy belégzett és tartott egy előadást. Ezen kívül, akik még meghívottak voltak ezen a konferencián, gyakorlatilag mindenki, aki ebbe a területen mozog, a Tóra BitTorrent, négy szép, tehát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy mindenki ott volt. Az első éjszaka, vagy első este volt egy ilyen házi parti a magánál a Brewster Killnél. Itt éppen a BitTorrent kitalálója mesél a legújabb projektjéről, ami csak egy bitcoin-szerű hálózat lesz, tehát egy ilyen közlési
hálózat, ahol a processzor idő helyett a számítógépben lévő háttértárral tudod pucolni, pályázni poénokat. Maga ez az Internet Archive-nak a épülete, ami egy templomból került kialakításra, megadottak minden dolgot, ami egy templomban szükséges. Még a ordina is ott van, és ami állított működik is, mert ezt nem tudtuk kipróbálni. És a szerverek is hátul szerverek, egy részszerű, tehát a leghátsó csapatok mögött üzemelnek. Ami még érdekesség, hogy rengeteg ilyen kis szobor található ebben a teremben. Tudtólag kiderült ez maga a Internet Archive-nak a dolgozói, hogyha 3 évig dolgozol a Internet Archive-nak, akkor kapsz egy saját szobrot. Volt mint ez. Az első nap egy ilyen Builders Day nevű esemény volt, ahol a meghívott előadók próbáltak megoldásokat találni különféle problémákra, lehet, hogy már akkor is elkezdődtek a beszédek, és egy ilyen panel beszélgetések is voltak, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy 4 ember plusz egy moderátor leül a színpadra, és akkor különféle problémákról próbálnak közösen kifejteni a véleményünket, és jókedvűen cselekedni. De igazából miért is kell ezt? Miért szükség az internet, miért van szükség az internet decentralizációja, miért nem jó, ahogy most van? A előadók elmondása alapján leginkább ami problémát okoz, az a mobil alkalmazások, mivel ezek egyre inkább visszaütik a hagyományos weboldalakat. Amiért ez probléma, az az, hogy a mobil alkalmazások sok nagy javarészt visszalépés jelentenek a szabad szoftver területén, mivel ezek zárt forráskódúak, és egy platformhoz rögzítettek, tehát gyakorlatilag ezzel magunkat beizeljük a platformba, és emiatt is valószínű nem tudnak új operációs rendszerek létrejönni, mint a Firefox-es, vagy akár az Ubuntu-nak a tabletje, vagy a mobiltelefonja, illetve az adatstruktúrájuk is sokkal inkább zártabb, mint a hagyományos megoldalaknál, és archiválás szempontjából is ezek gyakorlatilag lehetetlen feladatok nyújtanak. Ezekben a alkalmazásokban létrehozott tartalmak gyakorlatilag elvesznek. A másik igencsak probléma az, hogy egyre inkább centralizáltá válik az internet, egyre kevesebb cég van az interneten jelen, és egyre inkább nagyobb cégek veszik át az uralmat. Ez teret ad a kormányzati cenzúra és megfigyelésnek, mivel egy nagyobb cég nagyon egyszerűen tud olyan mindenféle szerződéseket kötni az államokkal, akár ami nem derül ki, ez ami egy sokkal több szereplős webnél gyakorlatilag nehezebb lenne vagy lehetetlen. És a nagy cégeknek ezen nem érdekük változtatni, tehát nekik nyilván az érdekük, hogy minden inkább bezárják a felhasználókat, és sok saját magukhoz láncolják, ezért csak mi, illetve magát az internet kitalálói tudnak ezen változtatni, mert ők gyakorlatilag nem képzelték el a jövőt. És ugyancsak problémát jelent az internet cenzúrázása, vagy az internet centralizáció biztonságügyileg, és a választás lehetősége is egyre inkább csökken, és a központosított internettel a kreativitás is sokkal kevesebb teret ad, mert gyakorlatilag a mobil alkalmazásoknál nem működik ugyanaz a elv, mint a weboldalaknál, tehát gyakorlatilag csak azt tud mobil alkalmazást létrehozni, aki beregisztrál és elfogadhatja a saját alkalmazását a Apple-től vagy a Google-től, és így sokkal inkább kevesebb lehetősége van. És azért már megtehetjük, mert amikor az internetet kitalálták még a 80-as évek végén, akkor még nem volt legális ezek a kriptográfiai eljárások, amik lehetővé teszik ezeket a
decentralizált weboldalakat, mert akkor még gyakorlatilag embargó volt ezeken a tudósítási évfolyamatokon, most pedig meg ez mellem ültetik. És gyakorlatilag ennyi, nekem két előadásom volt, az első bildezdégen, illetve a második napon, amikor még voltak ilyen gyakorlatilag workshop jellegű dolgok, ahol mindenki összeült, és egy-egy projekthez még inkább el tudott menni részletében, mert itt tényleg párhuzamosan zajlottak kisebb előadások. És gyakorlatilag tényleg nagyon jó volt maga a rendezés is, az emberek is nagyon, mindenki nagyon pozitívan állt hozzá, és nagyon barátságosan fogadtak, és tényleg maga a város is nagyon szép, és erről még lesz lehetőségem visszamenni. Lenne egy obligát kérdésem erre a ZeroNet-re vonatkozóan. Ez ugye egy személyes projekt, a te igen. projekted? És mi az üzleti modell? Az üzleti modell semmi szabad szoftver nyújtása és olyan dolgokban töltsem a szabadidőmet, ami hasznos, és úgy érzem, hogy akár bármi lehet belőle. Azt még elfelejtett elmondani, hogy igazából engem úgy találtak meg, hogy Twitteren megkerestek, és az első megkeresést azt igazából elutasítottam, mert úgy éreztem, hogy se az angol tudásom, se a kommunikációs készségeim sem pedig más szempontból még nem szeretnék erről beszélni, mert még igazából korábban nem is hallottam erről előadást sem, és nem voltam benne biztos, hogy Amerikában több száz ember előtt szeretném ezt elkezdeni angol nyelven. Aztán egy hét múlva megkerestek még egyszer, hogy mindenképpen szeretnék, hogy elmenjek, és hogyha kell, akkor fizetik a teljes utazásomat, a szállásköltségemet, és még magyar tolmácsot is felajánlottak. Végén szerencsére nem volt szükség, tehát végül is megoldottuk úgy, hogy a saját előadás helyett egy ilyen interjúszerűség volt, és hogyha tényleg valahol elakadtam a gondolataimban, akkor tudott segíteni az interjúztatóm. Ami még fontos elmondanom, hogy pár hónap ezelőtt megkeresett egy cég, tehát most már gyakorlatilag teljes munkaidőben tudok a saját projektemmel foglalkozni, mert ők támogatják akkor összeg a projektemet, hogy gyakorlatilag úgy gondoltam, hogy az előző munkahelyemtől most már meg tudok válni, és tervezetet teljes munkaidőben foglalkozni. Nekem technikai kérdésem lenne, említed ezt a kulcsot, ami lényegében a felhasználat azonosítja, nekem el szabad használni. Ez gondolom telepítéskor keletkezik. Első indításkor, igen. Mi van akkor, hogyha én egy vadőgépre akarom ezt feltelepíteni, és én a saját fiókban szeretném elérni, ez lehetséges, vagy maga a technológia kizárni? Lehetséges, igazából ez csak egy 62 karakteres azonosító, ami gyakorlatilag a primát. De erről a gépben is nincs ilyen. Tehát hogy tudom vissza megkapni azokat az adatokat, ami... Sehogy. Neked kell a saját bekapod, tehát a saját biztonságot, az úgy saját magadnak kell. Jó, tehát akkor ez a... A legelszabb egyébként leírni egy papíron, mert tényleg ez csak egy 60 akármilyen karakteres oldat, amit leírsz egy papírra, és lenne tényleg elraksz valahol offline-nak, ha később hozzá tudsz férni, és akkor később esetleg ezzel. Ha ez bukom, akkor én minden. Hát akkor elérhető a tartalom, majd pedig én a tartalom az elérhető, csak senki nem fogja tudni módosítani. Így van. Jó, oké. Köszönöm. Ugye itt ezeket az oldalakat más felhasználó gépei tárolják. Igen, tehát első... Ha én most létrehozok egy oldalt, az hol tárolódik? Az is a saját gépben, tehát hogyha te lecsukod egyből a szemtőgépet, akkor az oldal nem érhető el természetesen. Viszont, hogyha valakinek átadod a címet és meglátogat a oldalról, annak kedve az ő számítógépet és automatikusan érhető a te magát megoldatot. Tehát akkor végül is a
kisforgalmú oldalaknak kell egy kis felfutás, mire igen, de is elterjed, és onnantól kezdve, hogy ha már többen meglátogatták, akkor már gyakorlatilag... Így van, de viszont erre a legegyszerűbb megoldás, hogy vannak ilyen open proxy-t, mint az elvis elmentettem, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy valaki futott egy ilyen zero-mentlinest a saját szerverén mondjuk, és hogy ezt publikusan elérhetővé teszi bárki számára, és így te a saját weboldalat be tudod tenni ebbe a proxy-ba, és onnantól kezdve ő kiszolgálja a te oldaladat. Akkor is, hogyha te egyébként te számítógépen nem érhető. Igen. Ha módosítod az oldalt, frissíted, akkor azt milyen módon terjed át a többi része, és ennek milyen láthatási terjed. Ez egy, tehát ez a publikus kulcs, kriptográfiára alapul az egész, akkor te ugyanaz, mint a bitcoin, tehát ugyanazt a kriptográfiát használja. Ez úgy történik, hogy te módosítod a fájlokat a saját gépedet, vagy akár külön szövegszerkesztővel, vagy pedig a webes felületen keresztül mondjuk létrehoz egy új blogposztot, és te az írmát aláírja a te privát kulcsoddal a módosításokat. Gyakorlatilag ez egy sima JSON fájl, tehát egy adott fájl, amiben benne van az összes a oldal tartalmának az összes fájl, tehát az oldal összes fájlának a hash-je, és te ezt aláírod ezt a fájlt, te mint a oldal tulajdonosa, ezt elküldöd három másik felhasználók, aki az oldalt meglátogatja és jelenleg kiszolgálja, és ők, hogyha ezt úgy találják, hogy ez megfelelő a digitális aláírás, akkor ők azt talán küldik megint három felhasználók, és megint három felhasználók, megint felhasználók, és akkor talán küldik is, gyakorlatilag így elterjed az egész házaton. Az átfutás az tényleg csak a házattól függ, de gyakorlatilag pár másodpercet megintást, ugye? Hát ezek a területek, amik esetleg van Kínában van, és esetleg a torházat használja, gyakorlatilag hosszabb a ping, vagy nagyobb a ping, a latency, tehát gyakorlatilag csak ez a határ, de gyakorlatilag tényleg egy-két másodpercnél nem nagyobb a átfutás ideje. Mi kell hozzá? Van egy nyers útmonitor? Mi kell ezt telepíteni? Van egy egyszerű telepítési módszer, gyakorlatilag fölmész az Zero-ment weboldalra, ezt le kell tölteni, és azt csak ki kell csomagolni, és el kell indítani egy Zero-ment .sh nevű fájlt, és gyakorlatilag ez tartalmaz minden, tehát ez Python alapú alapú program, de ez a tar.gz fájl, ez tartalmaz minden, tehát tartalmaz előre a Python-t, a hozzászükséges csomagokat, és gyakorlatilag nem kell semmit telepíteni, de természetesen, hogyha valaki ezt preferálja, ő saját maga szeretne a gépén a Python és a csomagokat, ez is nagyon egyszerűen elérhető, gyakorlatilag két extra csomagot kell telepíteni a Python mellett, és annak ez működik. Van lehetőség saját domaineket használni? Igen, a Namecoin domaint használjuk. Tehát gyakorlatilag ez egy Namecoin hasonló, mint a Bitcoin, gyakorlatilag Namecoin-t kell vásárolni, és onnantól kezdve szinte nagyon minimális, tehát ilyen 20 főnték tudsz kb. Domaint venni, ilyen Namecoin domaint. És ez a saját? Ez a sajátod. Tehát onnantól kezdve, de a hagyományos weboldalakat, tehát .com.hu-t azt nem lehet használni, az pont azért, mert szeretném a cenzúrázhatatlanságot megőrizni, és azok a domain nevek, tehát gyakorlatilag a hagyományos icon, ICANN domain nevek azok a cenzúrázhatatlanságot csökkentsék. Nem tartasz attól, hogy ez a hálózat nagyon gyorsan elsüllyed abban, hogy mindenféle bűnözők illegális dolgokra fogják használni, és normális emberek az elébe sem megy, csak FBI ügynökök és bűnözők és az ügyfelek. Hát természetesen ennek elsőnek megvan, de én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül alkalmas erre, mivel a te felhasználóid szolgálják el oldaladat, és hogyha te egy olyan oldalt szeretnél meglátogatni, amivel tudod, hogy nem teljesen illegális, akkor nem fogod saját számítógépedet feláldozni egy olyan ügyért, ami nem legális. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy a maga torhálózaton sokkal egyszerűbb elrejteni egy számítógépet, mint peer-to-peer módon akár a felhasználatot is kitenni annak, hogy őt megtalálják a rendőrség. És mi van a káros kódok terjesztésében?
Ez egy sima JavaScript alapú. Ebben a kódolját, ami a többi gépet tönkre vagy zombi vagy bármi. Tehát nincsen több, tehát server-oldali pusztítás nincsen. Tehát ez gyakorlatilag csak megjeleníti a HTML-t, illetve a JavaScript-et a művészetbe, amit te előadottél. Tehát innentől kezdve ez illetve oldalnak nincsen több jogosultsága, mint amit meglátogatsz egy sima .com-os weboldalt. Tehát gyakorlatilag egy zinat weboldalnak a meglátogatás ugyanakkor a veszélye jár, mint hogyha tényleg egy formára rá kell szedni egy linkre. Csak kliens oldali adatbázist lehet használni? Igen. Tehát ez azért van, mert ugye nincsen gyakorlatilag ez egy peer-to-peer alapú házat, ez azt jelenti, hogy nincsen backend, tehát gyakorlatilag nincsen központi szerver, ezért mindenki saját maga tárolja az adatbázist, és így lokálban történik az adatlekérdezés és adatmódosítás. És mi van, hogyha egy másik user ír egy új blogposztot a te oldaladon, vagy kommentál? Igen, ez nem. Kicsit bonyolultam, most lehet, hogy nem mennék bele, de erre is megvan a megoldás, tehát mindenkinek megvan egy külön fájla, amit csak ő tud írni egy szájton belül, és gyakorlatilag abban a fájlban ő berakja az új kommentjét, és az írónak pedig ezt összefésül egy nagy adatbázisba, és gyakorlatilag egy sima adatbázis, egy SQL adatbázis lekérdezéssel lehet kérdezni az összes blogposztot, ami a weboldalon, illetve a blogposzthoz készült. A kliens nélkül meg lehet nézni egy oldalt? Igen, ezek a open proxy-kkal. Tehát gyakorlatilag ezek open proxy-k, ők... Tehát most én átküldöm Marilynek a linket, hogy figyelj, csináltam egy új oldalt, ő ezt meg tudja nézni, hogy rákat... Úgy tudja megnézni, hogyha te a proxy-nak a címével küldön át. Tehát gyakorlatilag... Tehát most ott csinálni olyan linket, hogy ő azt egy kattintással tudja nézni. Így van. Tehát most erre a gépesen tettem semmit, és mégis meg tudtam mutatni a kliensnek a működését. Egy gyakorlatilag ezt most csak erre a célra hoztam létre, de több ilyen nyílt proxy létezik, amivel gyakorlatilag tényleg bárkinek át tudod küldeni az oldalat, amikor is meg tudom nézni, hogy még egy sima weboldal, hogy gyakorlatilag itt is. Erre a gépesre tettem semmit, csak megtettem a proxy keresztül a távoli az internet kliensemet. Ezek az internet címek, ezek nem lesznek gyanúsak az ilyen spam szülőknél? Eléggé nem hétköznapi a domén? Nem tudom. Jó.